Többek között az önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakások bérletének szabályozásáról volt szó az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén Sárospatakon. A bizottság tagjai figyelembe vették a mostani jogszabályi változásokat is, illetve a javaslatban lévő 5%-os emelést is egyhangúan támogatta a bizottság. Egy 5%-os áremelésre tettünk javaslatot, melyre szükség van, ugyanis a önkormányzati ingatlanok általában nagyon lelakottak, és a karbantartási költségek folyamatosan nőnek, nem 5%-kal, hanem lényegesebben, de próbáljuk a piaci ár alatt tartani még mindig a szociális bérlakásoknak a bérleti díját. Másik napirendi pontként tárgyalták a rászorultságon alapuló segélyezés önkormányzati rendeletének módosítását. A rendeletbe olyan pontokat is belevettek, amelyek eddig még nem szerepeltek. Próbáljuk a mai körülményeknek megfelelően meghozni a döntéseket az irányban, hogy minél szélesebb skálában tudjunk segíteni. Például a rendeletünk nem tartalmazta azt, ha valaki bűncselekmény áldozata, és mondjuk kirabolják, és nincs másnap kenyérre való pénze, hogy gyors segélyt tudjunk adni ezeknek a rászorult embereknek, ezért is volt szüksége ennek a rendeletnek a módosítására. Az ülésen elhangzott még, hogy a gondozási központ részére az önkormányzat átadott egy épületet, illetve zárt ülésen több lakástulajdonos szerződés hosszabbítási kérelméről tárgyalt a bizottság.